Már márciusban megkezdődhetnek a kivitelezői munkák a Felső Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társuláshoz tartozó 5 településen. Az uniós forrásból megvalósuló szennyvízberuházás során Anarcson, Gyulaházán és Nyírkarászon csatornahálózatot és szennyvíztisztító telepet építenek, míg Ajakon és Dombrádon a meglévő rendszert újítják fel, valamint bővítik a tisztító telepek kapacitását. A kivitelezői szerződéseket Gyulaházán írták alá. A közbeszerzési eljárás eredményeként a munkát a Kevisz 21 ZRT és a Strabag nyerte el. Nagyon sok szennyvíz és vízi közmű beruházás ér mostanában révbe. Ez így is indokolt, logikus, ugye az Európai Uniós Fejlesztési Ciklus végén tartunk, tehát azok a problémák esetleg, amelyek voltak a projekttel, a projekt tervezés során, azok most már kisimulnak és elkezdődik majd minden projekt esetében a kivitelezés. Ilyen módon ebben a projektcsomagban is, ami több mint 3,5 milliárdos új, illetve rekultivációs vagy revitalizációs beruházást takar, van, ahol már működő rendszereket újítanak fel, van, ahol pedig teljesen új rendszert építenek. Bardi Béla Gyulaháza polgármestere az aláírást megelőzően elmondta, több mint egy évtizede dolgoznak azon, hogy a településen megépülhessen a hálózat. Erre most az 5 település összefogásával nyílt lehetőség. A Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás elnöke szerint a több mint 4 milliárd forintos beruházás hozzájárul az itt élők komfortérzetének javításához. 2007-ben kezdtük az előkészületeket, ott egy 95 millió forintos előkészületi munkákat végeztünk el, melyhez akkor 2008-ban 81 millió forint körül összeget pályáztunk és kaptunk az Európai Uniós alapból. Aztán már a végösszeget mondanám, ez 4 milliárd 31 millió forintra rúg a teljes beruházás nettó értéke. Ebből jelenleg egy 85%-os támogatásnál 3 milliárd 427 millió támogatott összeggel rendelkezünk. Ugye a cél az, hogy már most látjuk, hogy 95%-os támogatási intenzitásúvá tudjuk tenni a beruházást, de jó esélyünk van arra a jövőben, ebben az évben, hogy akár 99%-os támogatásra is ki tudjuk hozni a beruházást. A kivitelezők várhatóan március közepén kezdik meg az építést, és azt ígérik, hogy határidőre 2015 őszére végeznek a csatornázási, illetve felújítási munkálatokkal.